A nyári melegben a jégkocka fogyasztás felerősödik, és ezt tudjuk ízesíteni is. Tehát nem csak szimplán vízzel készíthetjük a jégkockát, hanem különféle olajokkal is megdolgozhatjuk, ízesíthetjük őket. Egyre azonban figyeljünk, hogy ezek az olajok valamiféle minősítéssel rendelkezzenek, mint jelen esetben ez az olaj, ez a felhasznált olaj, tehát valamiféle olyan tiszta terápiás minőségű és ehető minőségű olaj legyen, ami nem árt nekünk, illetve nem probléma, hogyha elfogyasztjuk. És ezeket egész egyszerűen belecseppentjük a már előre belerakott vízbe, és ne tegyünk túl sokat, mert igazából ezek a olajok vagy illóolajok olyan koncentrációval bírnak, hogy mondjuk egy csepp az kb. 30 citrommal legyen értékű, tehát olyan, mintha egy citrom, óriási citrom dózis tennénk bele egy-egy jégkockába, ami nagyon frissítőleg is jól fog hatni ránk egy frissítő fogyasztásakor, de vegyük figyelembe, hogy nem 5-10 cseppet kell beletenni egy ekkora keresztmetszetű vízbe, hanem maximum egy cseppet, tehát viszonylag okosan kell bánni itt a csepegtetés során, és ízesítsük tetszőlegesen bármilyen olyan olajjal, amit kedvelünk, és ami frissítőleg hathat ránk nyáron.